A fényeket le tudjuk kapcsolni, mert engem zavar. Az igazolásra a végén vissza fogunk akkor térni, látom, hogy valaki már kérdezett ezzel kapcsolatban, de akkor kezdjük is el azt, amiért ma itt összegyűltünk. Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Tóth Dániel vagyok, pszichológus. És akkor, ha most itt a virtualitásról akarunk egy kicsikét beszélgetni, ilyen internet, videójátékok, ilyesmi. Pillanat, még apró technikai dolog. Jó, oké. A webkamera ment ki egy pillanatra, de a PPT remélem látszódik. Jó, oké, rendben. Na, tehát akkor. Folytassuk. Virtualitás. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt években, most megpróbálok nagyon tömören minél több érdekes, meg hasznos információt átadni, és akkor utána inkább a kérdéseitekre helyezzük át a hangsúlyt. Oké. Okay. Ezt itt hogy tudom váltani? Csak simán. Bocsánat, csak nekem még teljesen új ez a rendszer, soha nem csináltam ilyet, úgyhogy az első képkockán még nem tudtam tovább lépni. Tehát a... Ez? Ja. Akkor vissza. Jó. Na tehát, mindig öröm előadást tartani ilyen elektronikus témáról is, ha rájönni, hogy már én sem a csúcsán vagyok ennek a témakörnek. Na de hogy képbe kerüljünk ezzel az egésszel, nagyon fontos időben elhelyezni. Ugye az elmúlt közel 100 évben a technológia fejlődése valami hihetetlen módon felgyorsult, ennek következtében egészen új generációk alakultak ki, akik szinte teljesen más világban élnek. Ez annyira igaz, hogy nem csak szülő és gyerek, tanár meg diák között van generációs szakadék, de gyakran már testvérek között is, hiszen az egyik testvér mondjuk a Facebook előtti világban szocializálódott, játszótéren, stb. A kisebb testvérnek meg már a Facebook a természetes, akkor teljesen másképp gondolkodnak, viselkednek, stb. Ez a generációs szakadék igazából évről évre csak nagyobb lesz, tehát ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel az egész kérdéskörrel. Annó, réges-régen, még azt gondolhatták a pszichológusok és más szakemberek, hogy az emberi viselkedés logikus, például a szükségleteink egy szép, egyszerűen vázolható, piramiszerű hierarchiában rendezhetőek, ergo mondjuk a túlélés, az, hogy együnk vagy aludjunk, az meg fog jelözni az olyan dolgokat, mint mondjuk az önmegvalósítás. Ehhez képest az utóbbi években az emberi viselkedés olybá tűnik, mintha a feje tetejére állt volna, mert egyre több szituációban viselkedünk úgy, ami látszólag ellent mond a józanésznek. Klasszikus példa erre, kicsit karikaturisztikusan, de az, amikor valaki a sivatagban inkább a wifi és nem az oázis felé indul, mert hogy fontosabb neki az, hogy ellenőrizze a Facebook profilját, mint azt, hogy vizet igyon. Vagy ugye nemrég a közelmúltban söpört végig az egész világon a Pokémon Go, mint jelenség, ami megint csak számos esetet produkált, ahol aknamezőre sétáltak emberek, biztonsági korláton másztak át Pikachu miatt, és így tovább. Facebook és más közösségi oldalakkal kapcsolatban rengeteget hallani mindenféle érdekességről, ezekről fogunk még konkrétabban is beszélni. Illetve hát ugye manapság már mondhatni teljesen normális az, hogy felnőtt emberek úgy játszanak videójátékokkal, mint a gyerekek. Ez nagyon széles körű. A átlag gamer, vagyis játékos korosztály ma már régen nem a tinikből áll, hanem a 30-as dolgozó felnőttekből. A videójátékokkal kapcsolatban legtöbbször az agresszió témakörét szokták emlegetni a médiában. Konkrétan azt, hogy a videójáték mondjuk agresszívvá teheti a felhasználót. Ebben most nem mennék nagyon részletesen bele, mert hogy külön előadást lehetne erről tartani. Az egyszerűség kedvéért csak annyit mondanék, hogy nagyon sok kutatást áttanulmányoztam ezzel kapcsolatban, magam is részt vettem néhányban, ami foglalkozott ezzel a videójáték témakörrel, és ha summáznom kéne az egészet, akkor az, hogy a videójáték bárki is agresszívvá tenne, ez ilyen formában nem igaz,
Gyerekeknél igaz az, akik mindenkit utánoznak, és mindent, amit látnak, hogyha agressziót látnak, akkor azt utánozni fogják, de ugyanúgy lehatározzák a Tom és Jerry is, tehát ilyen szempontból a videójáték nem más. Hogyha felnőttekre nézve akarjuk nézni a példát, akkor azt a hasonlatot tudnám behozni, hogy a legbékésebb romantikus lelkű nő, aki olvas egy romantikus regényt, is ingerült lesz és agresszív, hogyha a izgalmas romantikus regényt a 80%-ánál kikapom a kezéből és bedobom a kandallóba, mert hogy éppen az alatt az élmény alatt volt, és hogyha ég a könyv, akkor nem tudja elolvasni. Most egy játékosnak is, hogyha az el nem mentett játéktartalom vészel azért, mert mondjuk a szülő lekapcsolta otthon a biztosítékot, hasonló reakciót fog produkálni. Hasonlóképpen a legbékésebb, kiegyensúlyozottabb férj is lehet, hogy ingerülté fog válni, hogyha a foci döntő utolsó 5 percében kapcsolja ki a felesége a tévét, és akar vele beszélgetni a házi munkáról, meg más egyéb dolgokról, mert hogy akkor éppen a meccsnek a lelki állapotában van. Az érzéseink ugye nem úgy működnek, hogy ilyen stopperre pillanattal lehetne őket vágni, fontos tiszteletben tartani őket, és ez ugyanis igaz a virtualitásra is. Amire nincs igazából kultúránk, ezért sok problémát okoz, az az, hogy ha mondjuk iskolában diákok a szünetben 5 perce felmennek az internetre, ott hasonló intenzitású élményeket élnek meg, és attól, hogy becsengetnek egyik pillanatra a másikra, ők még nem álltak vissza arra a lelki állapotra, ami a tanuláshoz kellene. Tehát az iskolai rendszer ilyen szempontból nincsen felkészülve arra, hogy ezt a zsilipelést el tudja végezni, pedig fontos lenne. Az igazi probléma ez. Egész egyszerűen az, hogy már szinte minden családban, számos platformon, számos eszköz formájában ott van az internet, része lett az életünknek, része lett a mindennapjainknak, és Isten igazából nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Az, ahogy gondolkodunk az internetről, meg a virtualitásról, mindenhol ott van már az identitásunk szintjén is. Egy nagyon érdekes jelenség, szintén modernkori probléma a selfie-tisz, vagyis a napi túlzott mértékű selfie készítése és posztolása. Az a trend, az a tendencia, hogy az emberek egyre inkább a virtualitáson, a közösségi oldalakon keresztül élnek. Ha nem posztolsz valamit, akkor olyan, mintha meg se történt volna. Ez egy reklámszlogán volt, de nagyon elgondolkodható, hogy ki az, aki tényleg így gondolja, mert úgy tűnik, hogy sokan ezt szerint élik az életüket. És még egy példával hadd erősítsek erre rá. Ha veszünk mondjuk egy hegymászót, aki nagy élményt él meg azáltal, hogy megküzd egy akadályt, feljut a hegycsúcsra, vagy egy színészt, előadót, bárkit, aki valamilyen színpadon előad valamit, és nagy sikert ér el, több százan megtapsolják. Ami ezekben közös, hogy mind a két élmény nagyon intenzív, nagyon meghatározó, és ami közös, hogy bármennyire hihetetlenül magával ragadó is legyen ez az élmény, egy ponton vége lesz. Mert ha hegymász feljut a csúcsra, akkor onnan már lefelé megy, és akkor már megélte a nagy élményét, miután valakit megtapsoltak a színpadon, utána hazamegy, és akkor fog tudni nyugodtan aludni. Na most ehhez képest az internetnek ilyen szempontból nincsen vége, nincsen szünet, nincsen lecsengés, hanem folyamatosan egész éjszaka ott van a következő hegycsúcs, amit meg lehet mászni, a következő érdekesség, amit fel lehet fedezni, egy cikk, egy vicces kép, egy macskás videó, akármi, és mindig ott van a következő lehetőség arra, hogy mondjuk posztoljunk valamit, amit lehet, hogy majd 10 ember vagy 100 ember lájkolni fog, és meg tudjuk élni azt a sikerélményt, mint a színész, amikor megtapsolják a színpadon. Tehát ami természetes körülmények között nagy élmény jön számunkra, de véget érne, mert ez a dolgok rendje, az az interneten valahol végtelenítve folyamatosan zajlik. A hétköznapokban, egészen kicsi gyerekkortól kezdve, rohangálunk egy úgynevezett hétköznapi reális énnyel identitással, ezt táblázolja a baloldali kép. Ez általában messze van a tökéletestől, ez összeáll abból, hogy mondjuk a szüleink reagálnak ránk kisgyerekként, kortársak visszajelzésekből, tanári reakciókból, stb. És ehhez képest mindenkinek a fejében él egy ideális verzió önmagáról. Az ideális verzió lehetne az, aki mondjuk 20 centivel magasabb, kicsit izmosabb, karcsúbb, jóképűbb, barátságosabb, humorosabb, gazdagabb, és még sorolhatnám. Na most minél távolabb van az ideális attól, amit én pillanatnyilag reálisnak élek, annál pocsékabb lesz a közérzetem. És hála az információ kultúra negatív aspektusainak, médiának, stb. Az utóbbi években az átlag populációnál távolodik a kettő egymástól, mert hogy látjuk a celebeket, látjuk a sztárokat, látjuk a photoshopolt, átplasztikázott, beállított jelenetekben a hősöket, a sztárokat, és ehhez mérve a saját magunkat egyre rosszabbul tudjuk érezni magunkat a saját bőrünkben. A virtualitás ugyanakkor ebben enged egy nagyon gyors, nagyon hatékony kilépést, egy kattintással közelebb kerülhetünk az ideális énünkhöz, kiváló példa erre mondjuk a Facebook, ahol az emberek rendre egy kicsit csúsztatott, kicsit lazább, kicsit vagányabb verziók mutatnak saját magukról,
Nem mondanám, hogy hazudnak, de hogy ez nem az az igazi valóság, amit akkor éreznek saját magukkal kapcsolatban, amikor mondjuk belenéznek a tükörbe reggel például. Nagyon sokan, manapság egyre többen az interneten keresztül élik a szociális életük nagy részét, ott ismerkednek, stb. Ez azért érdekes, mert hogy a virtualitás terében azáltal, hogy nem látjuk a másikat, gyakorlatilag arc és név nélkül kommunikálunk, bármit oda képzelhetek a képernyő másik oldalára. Így az esetek nagy részében nem egy valódi emberrel beszélgetek, hanem a saját projekcióimmal, ezt nem tudom másképp mondani. Hogyha éppen valami pozitívat akarok elképzelni a másik emberről, akkor halálszerelmes lehetek valakivel, akivel sose találkoztam, ha meg negatívat, akkor arra is van lehetőség. Ennek következtében egyre többen élik a nem életüket a virtuális téren keresztül, és szinte csak ott, és egyre többen élik az érzelmi, szerelmi életüket is ugyanitt. Nem ritka például az, hogy akár párkapcsolatban vagy házasságban lévő emberek tartanak folyamatosan, tartósan szerelmi viszonyt az interneten, úgyhogy nem is akarnak találkozni azzal a másik emberrel, mert tudják azt, hogy az ideál, az illúzió, a rózsaszín köd, az így marad fenn. Ez viszont így végtelenül fenntartható. Egy nagyon érdekes jelenség ez is. Említettem azt, hogy lehet a pozitív érzéseket kiváltani, hát ugyanúgy lehet a negatívakat is, a trollkodás, a mindenféle online bullying, a hihetetlen chat fórumokon zajló háborúkról külön-külön beszélhetnénk, ezek mind nagyon érdekesek. Közben egyébként nyugodtan, hogyha felmerülnek kérdések, írjátok meg chat formájában, és akkor utána visszatérünk rá a végén, csak hogy ne vesszen el a gondolatotok. Egy párhuzamot hoznék. Ma már köztudomásra, hogy az alkohol az egy olyan dolog, amit a gyerekeknek nem szokás adni, és jóból is megárt a sok elvén, mértékletesen lehet csak fogyasztani, különben bajok lesznek. De, hogyha valakinek gondja van a mértéktartással, akkor nem fog működni az, hogy mondjuk csak egy pohárra liszik, tudjuk, hogy több lesz belőle. Hasonlóképpen, ha valaki előveszi a telefonját, vagy fölmegy az internet, és azt mondja, hogy na csak megnézi a Facebookját, vagy csak megnézi az e-mailjeit, akkor nagy valószínűséggel az egyperces műveletből könnyen egy órás böngészés lesz, minden további nélkül. Nagyon hasonló a kettő ilyen szempontból egymáshoz. Ami érdekes, hogy ha egy gyerek kezében meglátunk egy alkoholos üveget, akkor arra szinte minden felnőtt valószínűleg azonnal ugrana, mert hogy hát az úgy nincs rendjén. Ehhez képest ugye gyakran a szülők adják a 3 éves gyerek kezébe az okostelefont, mint a cumit, hogy legalább addig is csendben legyen, vagy nyugton legyen. Nagyon, nagyon felmerül a kérdés, hogy igazából mi is a különbség, mert hogy alkoholt elvileg 18 éven aluliak nem lenne szabad eladni, ehhez képest a legmodernebb hiper-szuper kütyüket a legkisebb gyerekek kezébe is adják. Ez egy nagyon érdekes dilemma kérdés. Ha ki akarom emelni azt, hogy mi az a két övezet meg zóna, ahol a leginkább a káros hatásokkal kell számolni, ezért fontos, hogy tisztában legyünk vele. Az egyik az extrém magas virtualitással töltött idő. Sertülőkön végzett kutatások alapján az a napi 3 óra volt a vízválasztó, ami azt jelenti, hogy ahol ennél több volt, ott a problémák kezdtek jelentkezni, ahol ez alatt ott inkább a oké mesdjében folyt a dolog, illetve hogy minél lejjebb megyünk életkorban, annál inkább vigyázni kell, mert hogy minél kisebb a gyerek, annál képlékenyebb az idegrendszere, sérülékeny. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nagyon kisgyerek, mondjuk óvodás vagy bölcsődés gyerek naponta órákat játszik a számítógépen vagy az okostelefonon, akkor az idegrendszere nagyon túlságosan is alkalmazkodni fog ez a gyors információ áramláshoz, és a hiperaktivitásnak a tünetei fognak tudni megjelenni. Egy-két fizikai káros aspektust kénytelen vagyok említeni, mert hogy hozzá tartozik. Mindenféle nemzetközi orvosi gyakorlatból lehet azt tudni, hogy ugye az ülő életmód mindenféle gerincbántalmakhoz vezet. Amerikában ugye a elhízás meg kóros népbetegség úgy tartják az orvosok széles körben, hogy a videó, játék, illetve képernyő kultúra ennek egy nagy kiváltó oka. Minden esetben, amikor az életmód ehhez alkalmazkodik, az alvásrovására megy a dolog, az problémákhoz vezet. És csak hogy egy kicsit érdekesebb példát mutassak, a jobb alsó képen látható, az ortopéd szakorvosi gyakorlatban megjelent videójátékos hüvelyk új nevű kéztorzulás, ami állítólag igen fájdalmas és nehezen gyógyítható. Hasonlóképpen személy szakorvos orvos gyakorlatban jelent meg a PC-nézési szindróma, ami olyan kellemes tünetek együttesét tartalmazza, mint a homályos látás, kettős látás, fejfájás, szempályás, fényérzékenység, stb. De hogy ha summázni kellene a negatív aspektusokat, akkor az életmódmódosulás az, ami kicsiben és nagyban is a leghangsúlyosabb.
Egy apró érdekesség, megfigyelték azt, hogy ha mondjuk számítógép előtt, sorozatnézés, játék, bármi közben eszik az ember, akkor minimum kétszer, de akár háromszor annyi táplálékot is elfogyaszt, mint amennyit egyébként tenne, ha mondjuk leül az asztalhoz rendesen étkezni, mint a régi szép időkben. Mert hogy ebben a felfokozott állapotban inkább a nassolás fog történni, illetve hogy a figyelemnek sokkal kisebb százaléka jut az élelemre, így sokkal többet fogunk enni. Pörgetek egy kicsit, hogy ne ragadjak ennél a diánál. Nagyon sokat beszélhetnénk a különböző lehetséges negatív fizikai aspektusokról. Ezeknek mindenképpen közös nevezője az, hogy ezek az extrém magas időnél jelentkeznek. De a jótékony hatások is vannak, ezekről is érdemes beszélni, hogyha megfelelő keretek között van tartva a dolog. Ilyen például az, hogy a videójátékok jól tudják fejleszteni a munkamemóriát, kiválóan tudják fejleszteni például a szem-kéz koordinációját, a kettő összehangolását, míg egy átlag ember maximum 3-4 mozgó tárgyat tud figyelemmel követni a szemével, addig egy olyan videójátékos, aki rendszeresen akciójátékokkal játszik, annak erre a kétszeresére is képessé válhat, mert hogy a játékok ezt a készséget felfejlesztik. Számos kutatás szerint a videójátékosok a tervezés, a döntéshozás készségében fejlődnek a játékok által, mert hogy ott ezt folyamatosan gyakorolják, és így ilyen módon ebben megedződnek. És én még ugyan nagyon sokat hallottam gyerekkoromban azt, hogy ne játsz annyit a videójátékkal, mert megvakulsz. Ehhez képest már vannak olyan kutatási eredmények, amik konkrétan arra jutottak, hogy az újabb modern monitorokon, amik azért valóban szemkimélőbbek, mint a régi CRT monitorok voltak, a játékosok látása kimondottan fejlődik, tehát élesebb lesz a látásuk, több árnyalatot tudnak megkülönböztetni, több apró formákat, motivumokat tudnak megkülönböztetni egymástól. Megint csak fejlődik ez a készségük azáltal, hogy a játékukban rendszeresen ezt gyakorolják. Az ugye köztudomásra, hogy a reakcióidő nagyon jól fejlődik a játékok hatására, ezt talán a legtöbbet. Arról már kevesebbet, hogy a multitasking helyzetekben általában jobban teljesítenek azok, akik rendszeresen játszanak videójátékokkal. Hasonlóképpen, ha megkérdezem azt, hogy nézzétek meg a bal felső egyes kék ábrát, és aztán forgassátok el fejben, és mondjátok meg nekem, hogy melyik lesz belőle A, B vagy C. Tehát, hogyha fogod az egyes ábrát, a kéket, és elforgatod, melyik a helyes válasz, A, B vagy C. Na, azok, akik gondolkodnak, azoknak elárulom, hogy az átlag játékos már tudja, hogy B a helyes válasz, de hogy azok, akik nem játszanak rendszeresen videójátékokkal, nekik ez a készségük megmarad egy normális regiszterben, míg azok, akik rendszeresen kénytelenek a játék miatt dolgozni ilyen mentális formákkal, el kell tervezni a hadműveletet például, stb., náluk ezek a készségek jobbak. Sokat hallottam azt is, hogy a videójátékokkal kapcsolatban, sokat hallom azt is a videójátékokkal kapcsolatban, hogy mivel nem kell használni a fantáziát, mint mondjuk a könyveknél, ezért kiölik a gyerekeknek a kreativitását. Nagyon érdekes újabb kutatási eredmények vannak ezzel kapcsolatban is, viszont az esetek egy részében a játékok kimondottan fejlesztik a kreativitást a gyerekekben, illetve hosszú távon hasznosak lehetnek a kreativitás megőrzésében, talán éppen azért, mert hogy a bennünk lévő gyermekként segítenek egy kicsikét megőrizni, felnőtté válás közben, ilyen szempontból is hasznosak lehetnek. De már beszéltünk a gyerekekről, beszéljünk egy icipicit az időskorral is. Kutatási eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy kimondottan érdemes időskorban rendszeresen videójátékokkal játszani, mert hogy azáltal, hogy megdolgoztatják az agyat, évekre le tudják lassítani az agynak az öregedését, és az ebből eredő különböző fizikai és mentális problémákat ki tudják tolni. Említettem, hogy sokat hallani, nyilván ti is hallottatok sokat arról, hogy a játékok hogyan és mint tesznek agresszívvel. Arról már kevesebbet, hogy vannak olyan kutatási eredmények, amik szerint, hogyha olyan játékba játszik valaki, amiben az önzetlen, segítő, ilyen proszociális viselkedés lehet gyakorolni, akkor utána az a való életben is meg tud mutatkozni ilyen tényleges viselkedés formájában. Nálunk kicsikét fejlettebb országokban, ahol foglalkoznak ilyesmivel, ahol egészségügyben kipróbálták azt, hogy mi van akkor, hogyha gyógyszer helyett videójátékot vezetünk be, mondjuk gyerekeknél, műtét előtt a szorongás, a feszültség csillapítására, a szorongás oldó helyett, vagy műtét után a rehabilitáció segítésére, a fájdalom csillapítására, azt találták, hogy a videójátékkal pontosan ugyanazt az eredményt lehet elérni, mint a gyógyszerrel. Tehát nem kellett a gyerekeket fölösleges gyógyszerrel tömni, ez azért egy érdekes kutatási eredmény.
Hasonlóképpen, ahol felnőtteknél depresszióval diagnosztizált felnőtteknél kipróbálták azt, hogy az egyik csapat gyógyszert kapott, a másik csapat pedig videójátékkal játszott napi rendszerességgel, megint csak ugyanazt eredményt érték el videójátékkal, mint gyógyszerrel az adott kísérleten belül. Ez is érdekes. Azokban az esetekben, ahol a videójátékokat befogják valamilyen oktatási célzattal, mondjuk fognak egy meglévő videójátékot és beviszik mondjuk a földrajz órára, hogy a játék keretén belül nézik meg mondjuk a kontinenseket, stb. Vagy beviszik a történelem órára a történelmi stratégia játékot, és ott nézik meg az adott történelmi csatát, stb. Mindig nagyon, minden kutatásban nagyon pozitív eredmények jöttek ki. Nyilván lehetne itt részletezni, hogy most gamifikáció, vagy edutainment, vagy milyen mélységű dologról beszélünk, de hogy minden esetben sokkal magasabb volt a hallgatóknak, a tanulóknak a részvételi lelkesedése. Ugyanannyi idő alatt több információt sajátítottak el, csökkent a szorongásuk a folyamat végére, és megnőtt a tanulási kedvük, ami azért egy hangsúlyos dolog szerintem, hogy a tanulásról van szó. Látom közben, hogy jönnek a kérdések, vissza fogok rá térni. A videójátékokról is nagyon sokat tudnék beszélni, nem fogok, most szándékosan visszafogom magam, meg rövidre vágtam a PPT-t. De hogy az nagyon fontos, hogy társadalmi szempontból a jó gyerek gyakorlatilag óvodától érettségig csendes, nyugodt, szabálykövető, engedelmes, figyelmes, gyakorlatilag semmilyen szempontból nem viselkedik természetesen. Így módon az agresszió és a benne lévő impulzív ösztönkészítések teljesen le vannak folytva. Emellett gyakorlatilag ugye a csádok jó része a csonka család, és szinte mindenhol óvónők, tanárnők, mindenhol nők veszik körül a gyerekeket, igen magas fölénnyel. Ennek következtében az egész egy kicsikét feminin közeg lesz, és egész egyszerűen hiányoznak azok a minták, azok a lehetőségek, ahol a fiatalok megélhetnék ezeket az aspektusaikat. Valamennyire ki lehet élési lehetőség lehet erre mondjuk a sport, de az messze nagyon kevés, és ezért is lehet az, hogy a videójátékok egy nagyon érdekes ilyen csatornát adnak mindennek, és talán ezért is lehet az, hogy ennyire népszerűek. Ugye nagyon-nagyon sokféle játék van, de nem sok olyan játékkal találkoztam, ahol a utopisztikus ideál világban lehetne, nem tudom, simogatni az unikornisokat. Általában valami intenzív konfliktussal, traumával, nehézséggel, küzdelemmel teres az a világ, szembe kell nézni a félelmetes dolgokkal. Általában kimondottan ugye ilyen férfias aspektusokat lehet megélni a játékokban, ilyen karakterekkel lehet azonosulni. Nagyon sokféle van ezek közül, belemehetnénk akár egyesével is külön-külön, hogy ezekben mi a különbség. Ami a közös, hogy nagyon karakteresen és módszeresen végigcsengetik azokat az ilyen igazi, ősi, ilyen mamutölő, alfa, macsó aspektusokat, ami valahol ott van ösztönkésztetésként mindenkiben, és ugye a társadalmi szinten ez nincsen a helyén. Legalábbis nevelkedés közben semmiképp. De hogy ne legyen az az illúzió, hogy csak a fiúknak van lehetősége hódítóvá, meg hadvezéré, meg harcossá válni. Ugyanez igaz a lányoknál is, és a lányok között is egyre több egyébként a játékos, tehát az súlyos tévedés, hogy csak a fiúk játszanak videójátékokkal. És a női karakterek is nagyon sokat fejlődtek az évek során, mert korábban nagyon sokáig a női karakter csak a megmenthető trófea volt, a bajba jutott nő, akit ki kellett szabadítani a szörny karmaiból. Az évek során nem csak, hogy a férfi karakterek egyenrangú őtársává nőtték ki magukat a női hősök, de hogy gyakran ők is a halálos szépség és a félistennő szerint szintű kompetencia szintjéig fejlődnek. Ami ezekben a közös, hogy ahogy említettem, van ez a hétköznapokban megélt ilyen hétköznapi énünk, identitásunk, és ehhez képest van valahol az az ideális én, amilyenek lehetnénk. De most azáltal, hogy a játék terébe lépve egy kattintással közelebb kerülünk ehhez, ez indokolja azt, hogy miért lehet az, hogy egy átlag játékos kultúrában 21 éves korig minimum 10 000 órát töltenek videójátékkal a fiatalok. Itt elindul egy ilyen körkörös folyamat, elindulhat, inkább úgy pontos a fogalmazás, egy körkörös folyamat, hogyha nem vagyok igazán elégedett meg boldog azzal, amit úgy, ahogy érzem magam a bőrömben, akkor nagyon könnyen rácuppantok arra, hogy ilyen egy kattintás, és én vagyok a hős, én vagyok a hadvezér, én vagyok az übermacsó, akármi. Viszont ennek következtében nagyon könnyű arra a következtetésre jutni, hogy hát ha jobban érzem magam a játékban, mint mondjuk az iskolában, vagy egyébként otthon, akkor még többet akarok már játszani. Ennek következménye lehet az, hogy akkor még inkább elanyagolja valaki mondjuk a tanulmányokat, a barátokat, a párkapcsolatot, a munkát, az egészségét, stb. Ennek következtében viszont még rosszabbul fogja érezni magát a bőrében, ergo még több időt akar majd ezzel tölteni, mert itt tud beindulni az ördögi körforgás, ami a függőség felé tendál.
És mivel ugye az interneten ez folyamatosan és vég nélkül zajlik, ez egy abszolút feneketlen örvény tud lenni, és akkor már egyezében a problémás felhasználásnál tartunk, aminek három fő aspektusát mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik a kényszeresség, hogyha akarja, se tudja kontrollálni az illető, hogy mennyi időt és hogyan tölt ezekkel a dolgokkal. Ha elvonástünetek jelentkeznek, mindegy, hogy az milyen, illetve hogyha emiatt elkezd bármi mást elhanyagolni, munkát, barátokat, alvást, stb. Megint csak serdülőken végzett kutatások esetében ez a napi 3 óra felett jelent meg, onnantól egyre inkább ezek a problémás vonások jelentek meg, míg ahol megfelelő keretek között napi 3 óra alatt volt tartva ez a dolog, ott a problémás felhasználás elmaradt, és inkább az előnyös aspektusok jelentkeztek. Egy nagyon-nagyon icipici kitekintés, nem tudom, hogy hányan ismerik közületek a hikikomori jelenséget, japán fogalom. Most szabad fordításban a szobazombi kifejezést tudnám idehozni, mint példa. Ezek azok a fiatal felnőttek, akár 10 évestől egészen 30 éves korukig, akik teljesen visszavonulnak az élettől, ilyen renete üzemmódra kapcsolnak, azt mondják, hogy nem érdekli őket se a tanulás, se a munka, sőt még a magánélet, de a szex se, mert túl macerások az emberi kapcsolatoktól, fájdalmas az elutasítás, és inkább bezárkóznak a szobájukba a képregények, sorozatok, videójátékok, manga, hentai, stb. Közé, és hogy egy ilyen saját maguknak teremtett ilyen buborékban élik az életüket, és kicsit mozdulnak a szobájukból. Ez egy kicsit ilyen ijesztő, groteszk kitekintésnek tűnik, de hogy ennek a magyar verziója lehet nálunk mondjuk a Mama Hotel jelenség, ahol a fiatal felnőttek hasonlót csinálnak, hogy nem akarnak felnőni esetleg, vagy a csalódások után inkább visszaköltöznek, és akkor bezárkóznak egy ilyen gyermeki szobaremete állapotba. Ez is egy nagyon érdekes kérdéskör. Ezért mindenképpen, ha valamit hangsúlyozok, akkor az lenne, hogy egészen óvodás kortól, iskolán keresztül, iskolában és otthon egyaránt kellene ezekkel a dolgokkal foglalkozni, beszélni ezekről a dolgokról, mert tudjuk, egész egyszerűen egy új kultúrát kellene erre kialakítani, új házirendet, új játékszabályokat, alkalmazkodni kell hozzá, mert jelenleg a technológián gyorsabban fejlődik, mint ahogy ezt egy jó zenésszel követni tudnánk, és ez nagyon sok problémát és kérdést felvet. Megint csak nagyon sok videójátékról külön-külön beszélhetnék, csak ha rákérdeztek, akkor fogok, hogy takarékoskodjunk az idővel, de hogy ahogy megkérdeztünk különböző játékosokat, és most mindegy, hogy World of Warcraft-a játszott, vagy honfoglalóval, Sims-el, autóversenyző játékkal, Counter-Strike-kal, vagy FIFA-val, nagyon sokféle színes motivációt fogalmaztak meg a játékosok. És én az érdekes az, hogy valakinek mondjuk a játékok vizuális élménye, annak az esztétikuma jelentette a fő motivációt. Valakinek a játékban megélhető fejlődés élmény azonosul egy karakterrel, a szinteget lép, tapasztalatot gyűjt, és hogy megél egy intenzív fejlődés élményt, amit az életben esetleg nehezebb. Tény, hogy voltak a játékosok, akiknek maga az agresszió és a vér és az öldöklés volt az elsődleges motivációjuk, bár egy igen kis százalék. Ennél többen voltak azok, akiknek a kreativitás volt a fő motiváció, tehát hogy a játék terében, mondjuk egy életszimulátor játékban, a lakás berendezésében, vagy a karakterek megalkotásában, egy autós játékban, az autó tuningolásában, festegetésében, stb. Tudták megélni a kreativitásukat, és ez volt az ő fő motivációjuk. Ami ezekben mind közös, hogy a generációs szakadék miatt a fiatalok gyakran magukra maradnak ezekkel a dolgokkal, és nem csak intenzív élményeket élnek meg a virtuális térben, de hogy nagyon sok olyan élményt élnek meg, ami nagyon hasznos lehetne számukra. Mert például az, hogy valaki milyen játékkal játszik, az nagyon hasznosan visszaforgatható lehetne később majd a pályaválasztásba. Az, hogy valaki egy online térben milyen viselkedés minták szerint mit csinál, most inkább trollkodik, vagy ismerkedik, vagy milyen stratégiákat alkalmaz, ez mind nagyon hasznos hozadékokkal visszaforgatható lenne. Csak hogy kell a segítség, mert magától egy átlag felhasználó fiatal ezen az életben nem fog elgondolkodni. Kellenek a szülők, kellenek a tanárok, kell az, hogy a generáció között induljon a kommunikáció. Ezért, hogyha ilyen nagyon-nagyon hangsúlyos elveket akarnék itt summázni, akkor azt mondanám, hogy egész egyszerűen új kultúrát kell kialakítani erre az egészre, mert hogy hihetetlen gyors tempóval szágult. Ez fontos tudatosítani, megérteni a szokásokat mindenkinek, felnőttnek, ugyanúgy, mint a gyereknek, hiszen akkor tudunk segíteni. Mert nagyon fontos az, hogy ki, mit, hogyan viselkedik, mivel, milyen eszközzel, milyen platformon a virtuális térben. Mert hogy most valaki a Facebookot választja, vagy a Twittert, hogy valaki a randi oldalon ismerkedik, vagy a Tinderen, hogy most valaki World of Warcraft-a játszik, vagy honfoglalóval,
ezek mind-mind hasznos információkat tartalmaznak, és nagyon fontos a kommunikáció, ezt nem tudom sokszor hangsúlyozni, a generációk között. Tehát tudatosan, ténylegesen, módszeresen áthidalni ezt a generációs szakadékot tanár, diák, szülő és gyerek között folyamatosan. Ehhez nagyon fontos, hogy a minősítés az soha nem fog hidat építeni. Tehát, hogyha a tanár vagy a szülő lefigymálja a gyereknek a játékát, hogy micsoda hülyeség, akkor attól nem fog a gyerek megnyílni. Ehhez képest, hogyha a szülő bekapcsolódik a játékba, kipróbálja esetleg a játékot, vagy legalább megnézi, megengedi a gyereknek azt, hogy ő beszéljen a játékról, hogy az milyen neki, mit ad neki, mit él meg közben, stb. Az hihetetlenül hasznos lehet a kapcsolat szempontjából is, mert, ahogy mondtam, sok többet információval járhat. Ha együtt tudja felfedezni a játékot szülő és gyerek, tanár és diák, akkor az utána nagyon sok mindenre hasznosítható, visszaforgatható, gondolok itt a házi munkától kezdve, akár konkrétan a tanulásig, tehát hogy itt már akkor elindulhat egy kooperáció a generáció között, ami nagyon hasznos lehet sok szempontból. Tudom, hogy ez picit eltérhet attól, ahogy egyébként a hétköznapokban szoktunk gondolkodni, mert hogy mindenki szereti védeni kicsikét a saját pozícióját, tehát tanárként sokaknak fontos az, hogy meglegyen a tekintélye, ezt tudom, ezt meg is tudom érteni, de hogy az a fajta tekintély, ami régen volt a tanári pozíció, az már magánvéleményem szerint nem tartható. Akkor tud egy tanár ma hiteles lenni, és a leginkább segíteni, hogyha tud ezekben a dolgokban is partner lenni, és nyitni a gyerekek felé. Valaki azt írta, hogy közben kifagyott nálatok minden rendben? Jó, remélem, hogy akkor csak valami apróság. És hogyha még így a bónuszként még akarok utolsó fontos dolgokat mondani, az, hogy védőfaktorként, hogyha megvizsgálták, hogy mi az, ami a függőséggel és a problémás felhasználással szemben, legyen az videójáték, internet, bármi, leginkább védőfaktor volt, akkor a következőket találták, az úgynevezett életkészségeket kell fejleszteni. Itt olyan dolgok tartoznak, mint az önbizalom, az önismeret, a megfelelő coping, a megküzdési stratégiák, illetve a kommunikáció, hogy érvényesülni tudjunk a mindennapokban, mert azt találták, hogy akiknél ez rendben van, abból soha nem lett függő, akkor sem, hogyha esetleg átmenetileg sokkal többet játszottak elleténél, viszont ahol valakinél ez sérült, hiányzott, volt valamilyen belső konfliktus, akkor a játék, az internet inkább egy ilyen pótselekű is volt, egy ilyen maszk, amivel elfette az ő problémáját, és igazából az volt az igazi hunyó. Nagyon sokat tudnék még ezekről a dolgokról beszélni, de hogy még záró gondolatként azt emelném ki, hogy mivel folyamatosan újabb és újabb technológiák jönnek és jelennek meg, és a technológia fejlődés egyelőre nem lassul, hanem inkább gyorsul, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről minél többet beszélgessünk, képben legyünk a hétköznapokban. Ez nekem személy szerint egy kedvelt témám, szívügyem, ezért is kezdtem el körülbelül 2 évvel ezelőtt egy YouTube csatornába belepakolni ilyen rövid pár perces videókban erről is, meg sok minden másról gondolatokat, hogy segítsek mindenkinek, aki ez iránt érdeklődik. Ezt nyugodtan meg tudjátok majd nézni később is, ez folyamatosan ott van az interneten, de hogy akkor váltsunk most a ti kérdéseitek felé, és akkor folytassuk azzal. Érkeztek közben kérdések, azokat érdemes megnézni, és akkor lehet, hogy jönni. Jó. Na, akkor. Közben kérték, hogy egy oldalt mutasson, hogy még egyszerűen közben állom vissza a gyerek. Oké, van. Na, azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen hozzászólás Matutól. Sajnos sok szülő valójában tabletet és okostelefon nyom már az óvodás gyerek kezébe is. A párom óvodában dolgozott, és mondta, hogy ha hisszük, ha nem, de meglátszik a gyerekeken, ezt elhiszem. Akik kevesebbet tableteznek, játszanak, azokkal a szülők sokkal többet foglalkoznak, értelmesebbek. Ez nagyjából így van. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy a legtöbb probléma, ami gyerekeknél meg tud jelenni akkor, amikor túl sok időt töltenek mondjuk tablettel, meg videójátékkal, az nem pusztán azért van, mert sok időt töltenek tablettel meg videójátékkal, hanem azért, ami helyett történik ez. Tehát, hogy normál körülmények között azért egy kisgyereknek, hogyha valahogy 3-4 órára magára marad az okostelefonnal, akkor felmerül a kérdés, hogy hol volt addig a szülő 3-4 órán keresztül. Tehát a gyereknek az érzelmi, mentális elanyagolása sokkal problémások, sokkal inkább okos sérülés, mint az, hogy ténylegesen a gyereknek a kezébe kerül a telefon.
Az nem baj, hogyha ismerkedik az óvodás gyerek ezzel a technológiával, az okostelefonnal. Az a nagyon fontos, hogy megtanulja ezzel folyamatosan, párhuzamosan megfelelő kereteket, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, hogyan érdemes bánni ezzel, stb. Igen, ahogy Arián Flóra is írta, az olyan időskori problémák, mint a demencia esetében megelőzésre kiválóan alkalmasak a videójátékok, többen ajánlják. Nyilván nem tudom, arra nem tudok kutatás, hogyha valakinek már elkezdődött kialakulni ilyen probléma, akkor mennyire fordítható vissza, de ahogy számos betegségnél a megfelelő tréning, a megfelelő kondicionálás tud segíteni, el tudom képzelni, hogy a videójáték akár ilyen esetben is tud működni. Megelőzésre mindenképpen. Jogos a kérdés, hogy Oszfalt Gábortól, hogy a kreativitást fejleszték a játékok, de mi a helyzet a fantáziával. Az én legjobb tudomásom szerint a játékosoknak a fantáziája semmilyen szempontból nem szenved sérülést, sőt, igazából azáltal, hogy a játék terében kilépnek a hétköznapokból, ez ilyen szempontból még serkentheti is a fantáziájukat. Mert ugye a hétköznapokban a szabályok eléggé adottak. Nem változik egyik napról a másikra az embernek a faja, úgy, mint egy játékban, nem lesz belőle törpe vagy varázsló. Na most ehhez képest, hogy a játékok kimozgatnak minket a hétköznapi sémákból, a szabályokból, épp ezért jót tudnak tenni a fantáziának is. Lássuk csak, következő. Igen, itt jött közben egy komment, hogy a gondolom, hogy fiatalok alig tudnak írni, nem nagyon olvasnak könyveket, nem divat. Hát ez egy tendencia, igen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor pont a videójátékkal kapcsolatban kezdenek el olvasni egyébként fiatalok. Furcsának hangozhat, de hogy azáltal, hogy mondjuk játszik egy olyan játékkal, ami történelmi korhű környezetben játszódik, mondjuk egy Assassin's Creed-del, utána felkelti az érdeklődés az iránt, a történelmi kor iránt, és akkor elkezd utána olvasni. Erre sok példát hallottam játékosoktól. Ugye ez az aspektus, amit mondtam, hogy a oktatásban nagyon jól beforgathatóak a játékok, mert hogy a játékoknak van egy természetesen nagyon élvezetes aspektusa. És hogyha ezt az élvezetes élményvilágot össze tudjuk kapcsolni a tanulással, akkor ez hihetetlen erőt tud adni neki. Itt jött még egy komment Rácz Tündétől, hogy a depressziót esetleg felcseréli hosszú távon tünettelen netezéssel valaki, és hogy nagyon rövid távon tud csak használni. Igenis, meg nem is. Ez egy icipicit bonyolultabb ennél. Nyilván rövid távon bármi, ugye ez a minden csoda három napig tart, azt nem van ez az órásmondás, rövid távon bármi, ami élmény, ami más, ami újszerű, az kicsit ki tudja mozgatni az embert. Attól függ, hogy milyen depresszióról beszélünk. Mert hogyha valakinek van egy hosszú távú tartós hajlama a depresszióra, akkor azt nem fogja megoldani az internet. Tünetileg viszont nagyon jól tud segíteni. Ezért van az, hogy a féling, szorongó, önbizalomhiányos, depresszióra hajlamos emberek sokkal jobban tudnak vonzódni a virtuális terekhez, mert ez egy ilyen biztonságos menedék, mencsvár számukra, ahol ugyanakkor azon keresztül valahogy kapcsolódni is tudnak más emberekhez. A tünetekben, például a szorongás, a depresszió csökkentésében nagyon jó tud lenni. A mögöttes problémát, a gyökereket nem tudja orvosolni önmagában a videójáték vagy az internet. De arra kiválóan alkalmas lehet, hogy elgondolkodjon az egyén arra, hogy miért van az, hogy én mondjuk minden ilyen típusú, mindig ilyen játékkal játszom, vagy miért van az, hogy online térben én mindig ezt a viselkedésformát gyakorlom, vagy miért van az, hogy mindig ilyen típus emberekkel találkozom, stb. Tehát az önreflexióra, az önismereti munkában nagyon hasznos eszköz lehet, hogyha valaki erre nyitott. Igen, egyébként köszönöm, ez nagyon jó példa volt Matu részéről, hogy vannak olyan lehetőségek, olyan alkalmazások, olyan játékok, platformok, stb., ahol kimondottan az íráson keresztül tudnak érvényesülni az emberek, együtt írnak egy történetet, rengeteget olvasnak, csak már nem nyomtatott formában, hanem abban a virtuális térben. Videójátékoknál egyre gyakoribb az, főleg szerepjátékoknál, hogy hihetetlenül bő, több kötetnyi
háttérinformáció, mitológia, történelem, stb., amit megírnak az alkotók a játékhoz, és az a játékos, aki tényleg bele akarja ásni magát, az bizony mind-mind elolvassa ezeket a dolgokat, csak a virtuális téren keresztül és nem nyomtatott formában. Arról nem tudok, jött egy kérdés Krisztától, hogy miért is van ennyi autista ma. Arról nem tudok, hogy összefüggés lenne a virtualitás és az autizmus között. Azt tudom, hogy akinek mondjuk hajlama van, vagy konkrétan Asperger autista, azok nagyon-nagyon vonzódnak ehhez a világhoz, mert hogy ez számukra biztonságos. Tehát nekik nagyon erős az affinitásuk e felé, de arról nem tudok, sehol nem találkoztam ezzel, hogy autizmust tudna eredményezni a virtualitás, mert hogy ez egy másfajta, mélyebbről jövő probléma. A napi 3 órát pontosítsuk, mert jött erre kérdés. A 3 órában optimális esetben benne kéne lennie mindennek, ami képernyő. Tehát benne kéne lennie a netezés, benne kéne lenni a sorozatok nézésének, benne kéne lenni a játéknak, benne kéne lenni a mindennek, a cseteléstől, a böngészésig, mindennek. Ez a 3 óra egy-kettőre nagyon szűkössé válik akkor, hogyha mindezt bele akarjuk sofolni. Ezzel nem tudok csinálni, tehát ez egy statisztikai adat, hogy a 3 óra volt a vízválasztó. Ez nem azt jelenti, hogy 2 óra 99 perc még oké, és 3 óra 1 perc már patológia. Azt jelenti, hogy akinek rendszeresen napi szinten 3 óra fölött volt, ez akkor azt jelenti, hogy akár 4-5-6 vagy több óra, ott a problémák jelentkeztek, ahol pedig ez alatt, tehát a 3 óra volt a napi csúcs, ott inkább a pozitív aspektusok jelentek meg. Itt tudnám a 3 órát pontosítani. Köszönöm Marian Flóra kommentjét. Tehát, hogy tanárként valóban lehet nagyon jól tanulni a gyerekektől, és ezzel nem romlik a tekintély. Örülök, hogy ezt nem nekem kellett kimondani ezt a mondatot. Ez így van, ezt én is így tapasztalom. Tehát, hogy a fiatalok nagyon hálásak akkor, hogyha partnerek tudnak lenni. Egész egyszerűen az van, hogy a sokat emlegetett generációs szakadék miatt különböző információk és különböző készségek a szakadék két oldalára kerültek. A fiatalok általában sokkal potensebbek, sokkal ügyesebbek az újabb technológiákkal. Az idősebb generáció, aki viszont a múlt században szocializálódott, olyan értékekkel és készségekkel rendelkezik, ami a mai fiataloknak nagyon kellene, de az internet nem tanít rá. Tehát ezért van az, hogyha a generációk között a kommunikációt elkezdjük erősíteni, akkor ott nagyon érdekes dolgok tudnak történni. Pillanat. Kriszta kérdése. Gyerekeim azt mondják, hogy higgyem el nekik, a neten játék is társas játék, és ugyanolyan fontos. Miért érzem én, hogy itt valami nem teljesen kerek? Sajnos sok információ hiányzik. Valóban nagyon sok játék, amit az interneten játszanak az emberek, egyfajta társas játék, ami nagyon nagy különbség az, hogy nem látják egymást. Az online ilyen társas, nevezzük akkor társas játéknak, az multiplayer játékok tartoznak valószínűleg inkább ide. Nagyon jók arra, hogy társas készségeket fejleszünk, kommunikációt, vezetői kompetenciát, kooperációt, ezeket mind-mind lehet gyakorolni ezekben a terekben, és tudnak működni. Ami nem megy, az mondjuk az empátiának a fejlesztése. Tehát ami azáltal tudna fejlődni, hogy konkrétan ugyanabban a fizikai térben játszunk, és látom a másiknak a reakcióját, ráhangolódok, stb. Ez nem tud megtörténni a virtuális térben. Tehát igaz is, meg nem is, nem teljesen ugyanaz, mint a hagyományos társasjáték, de sok mindenre jó lehet. Azt majd elmondod a végén, hogy a webinár feltöltése mikorra várható? Jó, oké, akkor arra most nem. Ja, jó, remek, köszi. Jó, akkor ez megvan. Még egy kérdés, hogy bezárkózó középiskolásokkal mit lehet tenni? Testvérként tanítvány kérdezi. Hát az van, hogy a bezárkózás ebben az életkorban valamennyire normális. Ja, itt a mérték a nagyon nem mindegy.
A kommunikációnál jobb megoldásom sajnálatos módon nincsen, hogyha általában az én tapasztalatom az, hogyha azt tapasztalja a fiatal, hogy a szülő, vagy a környezete nyitott az ő élményeire, akkor könnyebben megnyílik. A probléma gyakran az, hogy elmegy egymás mellett a kommunikáció, hogy mondjuk a szülő a hagyományos értékrendet szeretné, rávenni a gyereket, hogy mondjuk tanuljon meg, házi munkát csináljon meg, takarítson meg ilyenek játék helyett. Ez így nem biztos, hogy működni fog, de hogy mondjuk a játékon keresztül annak a világát, annak a nyelvét megértve, azon keresztül már el tud indulni valamilyen együttműködés, és minden további nélkül lehet akár a házi munkát, a tanulást is játékostani, nagyon jól tud működni. Még egy kérdés Rácz Tündétől. Az általad említett kutatásoknál zárjában kamaszok kaptak visszajelzést a kitöltők magukról. Ez kijelentés volt. Nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben kaptak. A függőség veszélyeinél a pszichoedikáció segít a saját maguk megértésében? Van ilyen tapasztalat? Mindenképpen fontos, igen, egyébként abban a kutatásban, amiben konkrétan én vettem részt, csináltunk Smaj Mátéval, ott konkrétan minden egyes kitöltő írásos visszajelzést kapott, az összes teszt eredményéről saját magáról nem kis munka volt. Nagyon fontos az, de egyébként ez nem bevett gyakorlat, tehát nagyon sok kutatásban nem kapnak visszajelzést a résztvevők. A függőség veszélyeivel kapcsolatban a pszichoedukáció nagyon fontos. Nagyon sokat szoktam dolgozni fiatalokkal, serdülőkkel, járom az országot, megyek ide-oda-oda iskolákba, hova hívnak. Nagyon hasznos tud lenni, csak hogy nekik például más, picit más nyelven, meg más dolgokat mondok el, mint mondjuk tanároknak általában. Pont azért, mert sok minden nekik evidencia, ami esetleg a idősebb generációnak nem vagy pont fordítva. Illetve, hogy a veszélyek, az, hogy elmondom neki, milyen káros hatásai lehetnek, annak nincsen nagyon sok hatása. Tehát a hagyományos prevenció, ami a félelemkeltés, az elrettentésen alapul, ez a ne drogozz, mert meghalsz típusú, erre a kutatás eredmények azt hozták ki, hogy kb. 0%-os hatékonysággal rendelkezik, mert kettő gyereknek elmegy a kedve a drogozástól, kettő pedig kedvet kap hozzá. Tehát, hogy ez a fajta megközelítés nem működik, én mindig úgy szoktam dolgozni, hogy őket igyekszem elgondolkodtatni. Tehát, hogy az ő véleményüket, az ő gondolataikat próbálom fejleszteni, őket rávenni arra, hogy beszélgessenek, gondolkodjanak egymással, a tanárokkal, a szülőkkel, tehát, hogy mindig erre próbálom felbújtani az embereket, hogy ők gondolkodjanak és beszélgessenek, mert ugye az említett védőfaktorok, ugye a kommunikáció, az önismeret, ezeknek a fejlesztése nagyon fontos. Még egy kis tisztáton, hogy a képzelőerő nem egyenlő a fantáziával, amikor nekem kell elképzelni valamit, azt mennyire befolyásolja. Mint vizsgálták tévé, nagyon káros az internetjátékok. Beszéltünk már erről, hogy fantázia meg kreativitás. Azt tudom, hogy például az olyan fantázia, pszichés tevékenység a játékosoknak, például az álmokban is intenzívebb. Tehát, hogy intenzívebb és színesebb álmaik tudnak lenni a játékosoknak, akik rendszeresen játszanak videójátékokkal, és elméletileg kevesebb rémálmuk van. Valahogy azáltal, hogy a játékokban kiélik a belső feszültségeiket, kevesebb pszichés feszültség megy át a rémálmok szintjére, és elvileg, ez is kutatási eredmény, hogy gyakrabban vannak ilyen éberálmaik, ilyen lucidálmaik, ahol ráébrednek arra, hogy álmodnak, és tudatosan tudják azt irányítani. Ez egy érdekes kutatási adat. Következő. Még egy kérdés. Krisztától, hogy a 3 óra feletti idő idegrendszeri károsodást vagy függőséget okoz. A 3 óra az volt az a vízválasztó zóna, ahol a problémás felhasználás különböző aspektusai kezdtek el megjelenni. A függő felhasználó, akire azt mondanánk, hogy függő, az nagy valószínűséggel több mint 3 órát tölt ezzel a dologgal, de nem biztos, hogy picit ilyen tyúk vagy tojás kérdéskör, hogy lehet, hogy valaki játszik napi 3 órát, és nincs semmilyen pszichés problémája vele. Mert hogyha éppen belefér mondjuk nyári szünetben, hogy játszol napi 4 órát a gyerek vagy 5 órát, lehet, hogy teljesen rendben van, hogyha mellette mozog, meg eszik, meg találkozik a barátokkal, hogyha az életének csak egy szelete. Lehet, hogy valakinek csak napi 2 óra játékra jut ideje, de mégis függő és problémás felhasználó, mert az az egész napnak a fénypontja, és arról fantáziál napközben, és alig várja, és aztán éjszakálmában is ezen kattog. Tehát az, hogy pontosan mennyi időt tölt fel az egy aspektus, legalább ilyen fontos az, hogy neki lelkileg mit jelent az ezzel töltött idő.
Az idegrendszeri károsodás inkább a fiatal gyerekkorban veszélyes. Ugye minél lejjebb megyünk, óvodáskor, bölcsődéskor, ott van az, hogy nagyon sérülékeny az idegrendszer, tehát ott nagyon-nagyon keretek között kell tartani. A 3 óra, mint vízválasztó, az serdülőkre jött kutatási eredmény. Bölcsődés, meg óvodás gyerekeknél ezt sokkal lejjebb kéne hozni, és igazából senkire nem javasolnám azt, hogy a bölcsődés gyerekének a kezébe akkor telefont adjon, ha csak nem muszáj. Óvodáskorban már el lehet kezdeni az ismerkedést, de ott is úgy, hogy ha már a gyerek okostelefont lát, akkor kezdjék el az ezzel kapcsolatos nevelést. A kereteket, az önkontrollt, hogy mire vigyázzon, internetbiztonsági alapdolgok, milyen információ, stb. Ezeket mind-mind el lehet kezdeni, de szigorúan szülői jelenléttel, vagy tanári jelenléttel és keretek között tartva. Jó. Azt hiszem, meg is beszéltünk mindent. Jó, oké, akkor a végére értünk. Még a végére tudom a figyelmetekbe ajánlani akkor a YouTube csatornámat. Ez a Pszichológus Pasi néven a YouTube-on megtalálható. Ugyanen néven a weboldalamon is megtaláltok, és tényleg nagyon szívesen elmegyek iskolákba és bárhova. Egy jó pár cikket is írtam már ezzel kapcsolatban, hogy nyugodtan olvasgassatok. Remélem nem terheltem túl agyatokat a sok információval. Tudom, kicsit tömény vagyok. Most fogom megosztani a chatfalonat, itt járt a Google Forum. Bemondod, hogy most fogom megosztani. És akkor most kerül megosztásra ez az itt jártam forma, amit ugye ki kellene tölteni, hogyha valaki szeretne igazást arról, hogy itt járt. Úgyhogy ezt akkor ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki ezt szeretné. És át is adom akkor a szót. Sziasztok!